Látod, én itt is unkás kenyeret eszek, itt is. Most elmentél külföldre, most kell neked kaviár, pesgő, meg ezt, meg azt. Hát otthon voltál az állomáson, a busz megállóba. A kínai leves tetted ott kint. 2 forint, 3 forintos idei leves tettél. Na, lehetett, most meg kaviár kell neked? Kaviár? Meg ilyen rákot, meg olyan rák kell neked, ilyen hal, olyan hal, aragoszta, meg ilyenek kell neked? Meg izé Nike cipő, meg Versace kell neked? Meg papucs? Na, nekem fül a papucsom, ha látod. De még most is felhúzod a cipőt, csak azért, hogy mutassad, hogy neked van Nike, meg Versace. Ilyen melegben, 42 fokban. Közben meg a lábod büdösödik benne. A nyárba papucsba kell járni. Mert elfelejtetted a kínai cipőt, mi? Jó van már. Nem, bátya, nálunk fordítva van, az asszony viselni a nadrágot, az ember meg a szoknyát. Ahol üljön, ott az asszony parancsol, az anyja is parancsolt az apjának. Tudod? Az ahol ott az egész cigánságnak az asszonyok parancsolnak, nem az emberek. Látod, most itt vagyok kint a bauknál. Hát most bent van shoppingol, most én itt vagyok kint, azt mondta nekem, maradj kint, kutya! Hagyjál nekem ki pénzt kell ütenni, add ide a pénzt, add ide a pénzt! Én parancsolok! Én parancsolok az élet, hát itt vagyok, látod? Várom ezt az asszonyt, jöjjön ki a baúdból. Na meg a másikban, nála nincs pinc. Haj, meg ha van, valla, nincs. Nála van. Nálam csak bankomatkártya van, ennyi. Én bankomattal járok. Ő meg bankomattal is jár, meg készpénzzel is jár. Na, ilyen, így ne is üljetek meg. Szlovákiára, Szlovákiában az asszonyok parancsolok, nem az ég. Na, legalább arról a cigány. Környékről, na, cigánsorról, úgy, érti. Értem a romákat, amikor eljön a születésnap, kiteszik rögtön a képet, boldog születésnapot, ilyen boldog születésnapot, amolyan boldog születésnapot, cigányok egymásnak kívánnak boldog születésnapot, vagy végig a születésnapoknak a Facebookon vagy a TikTokon, ahol kitették a képet, a cigány így megyen, nézi, te vagy, püly, hogy meredjél meg, mert mindig téged látnak, püly, hogy meredjél meg. Valaki pénzt ad azért, hogy ilyen levegőt szedjen. Hogy menjen síelni, fel oda a hegyre is. Ott a hegyen síelnek, télbe, nyárba, mert mennek a tengerre. És az is pénzbe kerül, hogy menj oda fel, és tudjál síelni. Szóval én itt szedem a levegőt, ezt a tiszta levegő, hegyi levegő, a legjobb hely a világon, a hegybe lakni, hegyek között, mert a tiszta levegő, érted? Na de mindig lent lakol a pocsolyába. Lent lakol a cigány udvaron, ott milyen levegőt akarsz, hát büdös síka, szemed ki van lökve. Már ezt is elfelejtettük. Most már mindenki kicsiszolaudott, meg a telepen is. A telepen nem lehet kicsiszolaudni. Csak esetleg úgy, hogy elmész külföldre. Na de ha ott se csiszolaudtál, Kivi, drágasága. Ugyanazt csinálod, mint a telepen, akkor így fogom meghalni. Dögösnek születtél, dögös is halsz meg. Érted? Emlékszel, amikor mentél vasaszni? Mentél téglázni, skvárázni, pucoltad a téglát, a vasat, ütötted a vasat. Hogy azt mondtad nekem, összeütöm a vasat, több kiló lesz benne. Utána bevitted a vasasnál, ugyanannyi kiló volt, akkor csak csodálkoztál. Jaj, reggeltől estig ütöttem a vasat, hogy legyen benne több kiló. Azt hittem kapok 100 eurót, és csak 10 eurót kapta. Emlékszel rá? Hogy most már Marlboro cisz, most már Versace polo kell neked, most már iPhone kell neked, már a 200 eurós telefon nem jó, most már Mercedes kell neked, meg régen Zsigulival jártál, most már luxus kell neked. Hát de tegnap még ütötted a vasat, arra ezt elfelejtetted a vasat, hogy ütötted? Mert szedted le a bogyót, a szilvát, még meg se volt érve a szilva, már szedted le, ma. Már netted meg, már azt is elfelejtetted, ugye? Már ne, mentél csipkézni a teját, mentél eladni a gázsoknak a csipketeját, adtad neked így a pénzt, hogy tudjál venni kenyeret, azt is elfelejtetted, ugye? Szemüveget? Lehúzod az applikációt a Shane, és ott lesz mindenféle szemüveget. Tokkal együtt, látod, Au-Chau is, minden, és jó, Gucci-s. Hát olyan Gucci-s, na. Hát jó, van mindenféle szín, minden, meg. Mindig jönnek nekem ezek az SMS-ek, megöllek, elkaplak, már küldöm az embereimet, megbasszik a szádat. Hát mik vagytok ti? FBI? Mit vagytok ti? Hadsereg? A cigán hadsereg?
én nem mennénk keresni valakit, aki 3000 kilométerre van, és van pénz, és tik meg nektek meg buszra sincs pénzetek, autóra se, vonatra se, repülőre se, ezt tik akarsz engem keresni, de én várom már egy hónapra szájkaratésokat, és ahol semmi. Szóval otthon unatkoztok a telepen egy csúcsúval, a taulent, amit szítok, és irogáltok be, mert be vagytok kábul, elkaplak, megöllek. Hát igen, elkaptikatok a faszomat, és utána meg el is kaptok. Szóval nyugodtan irogáljatok, és álmodozzatok nagyon sokat, és amúgy is elérkeznétek ide. Itt van a Spinidi Gárdoló, jó hotel lenne nektek ott, a Spinidi Gárdoló, szóval jöttek nyugodtan. Ugyebár nektek van mindenhol ismertségetek, Olaszba, itt is, ott is, Amerikában is van nektek ismertségetek. Jöjjetek már le, nekem mondani az igazságot. Régen a cigányok a 90-es években összetartották, szerették egymást, mentél legalább az úton, köszöntek egymástak. Szervusz testvérem, hogy vagy, hova mész? Ha megyek fel a postára, megnézem, mert megint jött a szociák vagy a családi. Jó van testvér, legyél szerencsés! Még régen köszöntek még a telepesiek is. Szia bátya, nincsen egy szented vagy valami. Most, ha jössz vele szembe, így elfordítik a fejét. Így elfordítik a fejét, tisztelet a kivétel. Na de nem is kéne hozzátenni a tiszteletek kivételt, mert komolyan így van, komolyan. Még az utolsó telepesinek, aki szíta az acetont, az izét, azt a ragasztot, ami szíta, már az se köszön neked. Már az is felvág, a telepesi. Most már van neki arany, most azt hiszi, abban dzsukkel lesz, a túl nagyobb csávau lesz neki egy kis autó, vagy arany már dzsukkel lesz. Ugyanolyan telepesi maradol, mint ma után. Szóval meg az is felvág, elfordít így a fejét. Így. Értitek?